Természetesen otthon nem biztos, hogy önnek van fritúja, de mindenképpen lényege, ha sült burgonyát sütünk, akkor az olajunk hőmérséklete megfelelő legyen, tehát legalább 150-160 fokos. Amikor betesszük, rögtön kezdjen pezsegni, az azt jelzi, hogy jó a hőmérséklet. Sütés közben érdemes megmozgatni, mert hol a burgonyák egymáshoz érnek, összetapadhatnak, a benne lévő keményítő, mint egy ragasztó összeragasztja, és ott nem fog annyi idő alatt megsülni, mint a több. Az én fritum azért nagyobb teljesítményű, mint a háztartási frituk, vagy pedig serpenyők, úgyhogy nálam durván most egy olyan 3-4 perc alatt sült meg ez a burgonya, és én azt gondolom, hogy ilyen szép, sötét zsemje színűre érdemes megsütni. Kicsit hagyom, hogy lecsurogjon a fölösleges zsíradék. A dietetikusok összevonják a szemöldöküket most, hogy miért zsírban sült burgonyát reklámozunk itt, de én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretjük a sült krumplit, néha azért ez nem árt, hogyha ilyet is eszünk. Jó lecsurgattuk. Egy olyan edénybe érdemes belerakni, amiben meg tudjuk majd forgatni, hiszen mi most nem natúr sült krumplit fogunk készíteni, hanem én ezt befűszerezem. Nekem van egy különleges fűszerkeverékem, egyébként az argentin fűszerkeverékbe még egy kis speciális néhány tuningos fűszert beletettem, de azt úgysem mondom meg, hogy mit, hiszen ez az én titkom. De pont ez a lényege, hogyha önmagunknak csinálunk ilyen különleges fűszerkeverékeket, akkor mindig ugyanazt az ízt tudjuk produkálni, amit tart az a keverék. És akkor szépen elrázogatva megkeverjük, és akkor ha megtálaljuk, lehet önmagában is, és hogyha száraznak találjuk, én most csináltam hozzá egy kis paradicsom krémet, hála erdélyi barátaimnak van egy nagyon jó paradicsom receptem is, és hát azért az ázsiaiak, pontosabban a tájföldiek édes, csípős chili szósszal szerintem kitűnő kiegészítője a sült krumplinknak, úgyhogy ha mellé teszünk egy kis mártogatót, hát akár ez egy igazán jó kis ráncsa lehet. Nagyon jó.